97, 98, 99, számolt hangosan Percy a parkőr. És 100, aki bújt, aki nem, megyek. Percy kis barátai mind elbújtak, kivéve egyet. Ó, jaj nekem, szólt a róka. Hová bújjak? Látlak, Süni, kiáltott a Percy. Részlet Percy a parkőr kalandjaiból. A Toldi Miklós utcai játszótéren indult az idei évad a Kincskereső Gyermekkönyvtár játszótéri mesék elnevezésű rendezvény sorozatának. A hétfőn kora este felolvasott mese ezúttal a rendetlenség témaköréhez kapcsolódott. Egy rumlis nap, ez a címe a mai mesénknek. A címében is benne van, hát óriási nagy rumli lesz a mese során. Bújócskáznak a kis állatok, és ebből alakul ki a rumli. Mi a tanulság? Elviselkedjünk okosan, kérjünk segítséget. Aki véletlenül lemaradt a hétfői meséről, annak nem kell aggódnia. A szervezők még ezen a nyáron két újabb játszótéri mesét tartanak. Ez már a harmadik év, amikor megtartjuk ezeket az alkalmakat. Úgy gondolom, hogy népszerű ez a program. Nyilván vannak olyan helyszínek, ahol kicsit kevesebben jelennek meg, kisebb játszóterek, de összességében szeretik a gyerekek és a szülők. Július 31-én lesz a következő alkalom 6 órától, szintén a Viza játszótéren, majd pedig augusztusban a harmadik és egyben utolsó. A hétfői mesét követően az érdeklődők kézműves foglalkozáson vehettek részt.